U11-es országos kézilabda döntött és jótékonysági eseményt rendeztek a múlt hétvégén a Népligetben. Nézzétek! Zajlanak az országos döntők az utánpótlás kézilabda bajnokságokban. A 99-es születésűek parás csatákat vívtak a Népligetben két napon át. Nagyon jó meccsek vannak, nagyon szorosak, és hát egy-két akkora kislány van, hogy én csodálkozom, hogy 12 éves lányok már ilyen magasak és ilyen erősek. Hát nagyon sokat edzettünk, és hogy javítsuk az állóképességünket, nagyon sokat futottunk. Nagyon-nagyon sokat. Az országos döntő hangulata a szurkolókat is magával ragadta. A kéziseknek pedig nem csak a játék tudása fejlődött, megtanulták azt is, hogy mit jelent egy csapathoz tartozni. Egyre-egyre fejlődünk, aztán megtanuljuk, mi ez a csapatjáték, és most megpróbáljuk bemutatni a Szexárdot, hogy mi ez a csapatjáték, és megpróbálunk összeműködni. Azért nagyon jó a csapat, mert fő az egység, és nem szoktunk sokat vitatkozni. Nagyon szeretem ezt a csapatot, mondjuk most kerültem ide ebben az évben, de nagyon jó itt az összhang, jó, tetszenek a gyerekek, és nagyon élvezem ezt. Jöjjön egy kicsit a szélével, nem kapja meg a labdát. Jó, és akkor onnantól már nem fogom, hogy megkasszolunk, ez a valami. Nekem Kriszti néni a példaképpen, ő a világ legjobb edzője, mert nagyon jó játékos is, meg még Szucsászki Zitát is nagyon szeretem, a Picurnak a nővérét. Nekem nagyon fontos ez az egész történet, hogy büszkék legyenek rám a szüleim, az, és főleg az edzőm. Most nem sikerültek annyira jól a meccsek sajnos. 2-ből 2 sajnos kikaptunk, de majd a következő meccs jobb lesz. Nagyon nehéz volt, de mégis küzdöttünk, és szerintem elégedettek lehetünk, hogy ilyen ügyesen játszottunk. A döntőknek, mint ahogy az lenni szokott, voltak győztesei és vesztesei. Ezúttal a lányoknál a Szombathelyi Sportiskola, a fiúknál pedig a Budapest Honvéd lett a magyar bajnok.